Sziasztok, tartsatok velem a mai videóban is, ahol megmutatom, hogy milyen a reggeli rutinom kismamaként. Felkelés után egyből átmegyek a kislányunk szobájába, és egy ilyen kis aranyossággal indítom a napot. Vettünk neki egy ilyen zenélő kis macit, amit mindig reggel lejátszok neki, hogy felébredjen, és megismerje ezt a hangot, hogy majd ezt megnyugtathassa. Körbenézek a szobában, és egyre jobban minden egyes reggel, egyre jobban tudatosul bennem, hogy hamarosan ő itt lesz velünk, és elképzelem, ahogy majd öltöztetem, és elképzelem, hogy milyen reggeli rutinunk lesz, és milyen lesz az életünk vele. Aztán egy teljes kávéval indítom is a napot, hogy felébredjek. Közben Luffy elvégzi a dolgát, én addig chillelek a kerti kanapén, és próbálom felébreszteni magamat, és próbálom egy kicsit kinyújtóztatni magamat, közben valaki megzavart, már reggel korán egy SMS-sel. Ilyenkor egy 10-15 perc, így reggel a friss levegőn nagyon-nagyon jót tesz, és úgy érzem, hogy kellően indítja a napomat, és pozitív hangulattal indíthatom ezáltal a napomat. Luffika pedig még föl sem kelt, aztán a kávém után, ahogy beütött, és már úgy érzem, hogy mehet a menet, akkor felpattanok a biciklire, szobabiciklimre, és általában naponta háromszor egy ilyen 10-15 percet szoktam rajta tekerni. Aztán jöhet a mindennapos kis turmixom, mindig ezt iszom, reggel ez, ami legegyszerűbben lemegy, és legtöbbször lent is marad, és igazából nagyon szeretem, változatosan tudok belerakni mindenféle zöldséget, gyümölcsöt, én mostanában spenótot is szoktam beletenni, egyáltalán nem érződik egyébként benne, de ad egy plusz zöldség mennyiséget a napomba, úgyhogy általában ez a reggelim, amit pedig gyorsan elszürcsölgetek. Aztán jöhetnek is a vitaminok, mert hogyha nem veszem bele egyből reggeli után, akkor elfelejtem. Luffika is megette a reggeliét, és már vissza is bújt az ágyba. Általában ilyenkor szoktam neki mesélni arról, hogy hamarosan megérkezik a kis húga, és milyen jó lesz, és mennyire fogja őt majd szeretni, és mennyire sok szeretetet fog majd tőle kapni, és sok simit, és hogy tudatosuljon benne, hogy hamarosan bővülni fog a kis családunk. A biciklizés után, meg amúgy is reggeli indítóként gyorsan egy zuhanyzást is megejtek, amiután pedig jöhet egyből a bőrápolás. Nagyon fontosnak tartom, nekem extrém száraz, extrém odafigyelést igényel most a terhességem alatt a bőröm, és ezért az alábbi termékeket használom. A Skintra márkával nemrég ismerkedtem meg, a C-vitaminos szérumja elképesztő módon beépült a reggeli rutinomba, és egyszerűen kihagyhatatlan, muszáj vagyok használni, és egyszerűen elengedhetetlen a napi rutinomból. A Skintra márkának pedig más termékét is használom, mert nagyon jót tesz a bőrömnek, és szüksége van a hidratálásra. A cozibella.hu-n számos Skintra terméket megtaláltok, én az alábbi termékeket használom napi rendszerességgel, és nagyon elégedett vagyok velük. Az arcápolási rutinomban maga a C-vitaminben nagyon régóta jelen van, a Skintrának a Light Your Skin szérumja pedig egyébként abszolút segít abban, hogy a pattanások után maradt foltjaim minél hamarabb eltűnjenek, illetve az egész bőrömnek az összképén egyébként nagyon-nagyon sokat javít. Ugyanúgy, ahogy a másik két termék is, amik pedig abszolút hozzásegítenek ahhoz, hogy ne húzódjon, ne feszüljön, ne érezzem azt, hogy kiveszett az élet a bőrömből. Nem sminkelek minden nap, de abszolút úgy érzem, hogy ad egy pluszt a napomhoz, és jobban érzem magam tőle a bőrömben. Tervezem egyébként majd a baba születése után is, hogy egy ilyen alap smink rutint kialakítok magamnak. Egyébként a Skintra termékekre egyszerűen mesés sminkelni, mint hogyha egy ilyen új dimenziós alapot adna a bőrömnek, és látszik is az alapozó felvitele után, hogy sokkal, de sokkal jobban terül az arcomon. Nos, hát így
face-to-face is gondoltam, hogy bejelentkezek a mai ilyen kis reggeli rutinos videóhoz. Szóval láthattátok, hogy telik egy ilyen kis reggelem, abszolút semmi extra, de gondoltam, hogy annyira jó lenne egy ilyet elkészíteni. Fel is öltöztem már, mert most pont mennem kell, és úton leszek a mai délelőtt folyamán, úgyhogy megmutatom, hogy miket vettem fel. Ma vettem fel először kismama leggingset, nagyon kényelmes, úgyhogy most már tényleg ideje volt, hogy legyen egy leggingsze. Most nem tudom, a feketével mennyire fog látszani, felvettem egy fekete leggingst, egy fekete pólóval is egy ilyen hosszabb, mindjárt mutatom, egy ilyen hosszabb farmer jackivel, mert azért hűvös van. Itt van bent a kislányunk, és kis leggings, póló, meg egy ilyen hosszú farmerkabi. Nagyon érdekes egy ilyen reggeli rutinom abból a szempontból, hogy így már a kezdetektől úgy voltam vele, hogy meg hát amúgy is az ember szeret egy ilyen pozitív érzéssel indítani a napot, és főleg, hogyha kismama, akkor szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen pozitív lökettel induljon. Nekem például ez hatalmas nagy dolog reggel, hogy kiülök a kávémmal, és akkor amíg a kutya elvégzi a dolgát, addig én szépen fogom magam, és így felkészülök a napra. Úgyhogy számomra ez nagyon-nagyon fontos, és szerettem volna egy ilyen rutint is csinálni a napomba. Aztán pedig a rendszeres mozgás is nagyon fontos számomra, mert érzem, hogy azért kell valami, hogy mozgásban tartson, és a szólbiciklizés az, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon elkötelezetten is tudom egyébként használni. Úgyhogy igen, ez volt a mi kis reggeli rutinom, de megyek is, mert már várnak, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!